Újabb légi támadásokat indított az izraeli haderő Beirut ellen az éjszaka, hogy felszámolják a Hezbollah parancsnoki állásait. Emellett csapást mértek egy palesztinok lakta negyedre is az észak-libanoni Tripoliban, ahol a Hamas egyik katonai vezetőjével végeztek. Közben az amerikai hadsereg több jemeni város ellen indított légitámadást, amelyekben huszi katonai célpontokat vettek célba. Nagy erőkkel vonultak ki a mentők egy égőházhoz az észak-libanoni Tripoli egyik elővárosában, ahol főként palesztin menekültek élnek. A hivatalos jelentések szerint izraeli drón csapódott egy épületbe szombat hajnalban, ami kigyulladt. A Hamász palesztin terrorszervezet szerint a támadásban egy katonai parancsnokuk és annak családtagjai vesztették életüket. Közben a libanoni központú iszlamista milícia a Hezbollah rejtek helyeire is újabb csapást mért az izraeli haderő. A zsidó állam Beirut déli kerületeinek elhagyására szólította fel a helyieket, ahol a síta fegyveresek vezetőit vették célba. A támadások miatt szombat hajnalra sűrű füst lepte be a város repterének környékét, ennek ellenére néhány repülőgépnek sikerült felszállnia. Sokan próbálják légi úton elhagyni a libanoni fővárost, azonban egyre kevesebb járat indul útnak a légi csapások miatt. Éjjel nem tudunk aludni, de reggel felkelünk és megpróbáljuk normálisan folytatni az életünket. Én például lejöttem futni, aztán munkába megyek, de körülöttem vannak olyan emberek, akik elvesztették az otthonukat vagy a munkájukat, mondta egy nő. A napok óta tartó légitámadásoknak országszerte már mintegy 2000 halálos áldozata van. Sokan Beirut utcáin sátraznak, főként az ország déli részéről érkező menekültek. A hivatalos jelentések szerint eddig már több mint 1,2 millió libanoninak kellett elhagyni az otthonát a harcok miatt. Dél-Libanonban rendszeresek az összecsapások, miután a hét elején a zsidó állam célzott és korlátozott szárazföldi műveletet indított a térségben. A Hezbollah azonban arról számolt be, hogy szombat hajnalra sikerült kiszorítaniuk az izraeli csapatokat az egyik határmenti településről. Emellett a síta milícia tucatnyi rakétát lőtt ki Észak-Izraelre, ezeket azonban a vaskupola védelmi rendszer megsemmisítette. Robbanások rázták meg pénteken Jemen fővárosát, Szánát is. Az amerikai hadsereg olyan településeken mért légicsapást katonai célpontokra, amelyek az Irán által támogatott huszi lázadók irányítása alatt állnak. A síta fegyveresek Jemenből már csaknem 100 támadást indítottak a Vörös-tengeren áthaladó hajók ellen november óta, de az izraeli településekre is rendszeresen lőnek ki rakétákat. A jemeni fegyveres erők tisztelegnek a dzsihád hősies résztvevői előtt a gázai és cisziordániai, valamint a libanoni és iraki frontokon, és megerősítik, hogy továbbra is katonai műveleteket hajtanak végre az izraeli ellenség ellen, a gázai övezet ostromának feloldásáig és a libanon elleni agresszió leállításáig, mondta a huszi lázadók szóvivője. Néhány napja Irán is megtorló csapásokat mért Izraelre, miután egy hete egy beiruti légicsapásban a Hezbollah vezetője Hassan Nasrallah is életét vesztette. A zsidó állam válaszcsapásokat ígért, legnagyobb szövetségesük az Egyesült Államok, azonban nem támogatja, hogy nukleáris, illetve olajkitermelő létesítményeket támadjanak. Az izraeliek még nem döntötték el, hogyan vagy mit fognak tenni a válaszcsapás tekintetében, ez még vitatárgyat képezi. Azt hiszem, ha én lennék a helyükben, én más alternatívákon gondolkodnék, mint az olajmezők elleni támadás, fogalmazott pénteken Joe Biden amerikai elnök. A közel-keleti olajkitermelés akadozása különösen azoknak az országoknak okozna gondot, amelyek a háborús szankciók miatt nem vesznek energiahordozókat Oroszországtól. A konfliktus kiszélesedése az árakat is felnyomja, a nyersolaj a héten 10%-kal drágult.